Még mindig nem csekkoltátok a vagány új csuszis termékeket? Hát csúszi.hu-ra fel! Most pedig bossfightozni fogunk, és meglátjuk, hogy meddig is tudunk eljutni. Használd te is a világ legjobb kódját, a csúszi kódot, jéj! Aztán nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan is fog sikerülni ez nekünk, mivel nagyon kis szinten vagyunk, Power Level 2, mind a ketten. Hát azt mondom, hogy az első szintek azok nem lesznek nehezek, de nézd meg, már is kapunk egy Jessit, aki ráadásul AFK is, és pont ettől féltünk, hogy olyan playerek lesznek, akik nem fognak esetleg megmozdulni. Hallod, mi van, Krumpli? Játszol, vagy mi? Fater! Mozdulj már meg, Jézusom! Hát elaludt a tej a szájában, jaj, de jó volt. Mekkora segítség! Istenem, légy szíves, kapjunk már valami pro playereket majd. Fú, az lenne jó, hogyha te is be tudnád hozni, ja, akkor amúgy... egy fokkal jobb lenne egyébként. De... ki lenne még jó? Hát esetleg. Egyébként szerintem olyan, aki nyilván magasabb szintre van húzva. Tehát ilyen részre egy Deril is lehet, hogy nekem jobb döntés lenne, mint hiába, ugye a Colt egy sokkal erősebb karakter. Kicsi HP-ja van Jessie-nek, úgyhogy de most te lehet nem lesz jó. Coltnak is még 3000 HP-ja sicsa, vagy éppen van 3000 HP-ja. De ez a társ nagyon zsír, nagyon királyul játszik, ó igen, éled és hal, éled és hal, éled és hal. Minek éled, hogyha hal? Azért, mert nem zsiráf. 2940, hát tényleg nincsen 3000 HP a Coltnak. Hát hogyan fogjuk ezt kivinni? Még azt tudom, hogy a normált az ki lehet egyébként. Nézd meg azt a randomot, és no, hogy mosolyog. Jaj, nagyon jön, nézd meg. Annyira jön. Fogalma nincs, hogy mit kell csinálni sajnos szegénynek. Hát az kellene, hogy bemegy a shopba, az beírja a csúszi kódot. Ez lenne az első lépés. Ott kezdődik a brawlstázozás. Az lenne nagyon király, hogyha most lenne egy pemünk, de nincsen sajnos. Ezt tudja, hogy ő nem egy tank. Annyira remélem, hogy megdöglök, annyira remélem. Nézd meg, mit kell carryznem itt. Normálban nem tudjuk kivinni szinte. Jenny, neked nagyon cserélned kell, tehát ez a Jessie az nagyon kevés. Az nagyon társunk, az most már talán összeszedi a gondolatát, nem szedte össze. Max a hulláját szedheti most össze ismételten. Kellene valami very big damage. Jennynek legalább a szuperja az eléggé jó sebzés. Itt ennek a Macia se lenne annyira rossz, de nincs olyan nagy sebzés, és sajnos a karakternek sem. Ha megint megpusztult, most élet és megint döglött. Hát én ezt nem hiszem el egyébként, full le van carryzve nekik. De most már jönnek a a robotok. Hallod, megdöglök mindjárt. Muszáj voltam elszuperezni rá. Nagyon nehéz. Nem is tudtam, hogy ilyen nehéz a legelején. Ez a prostáz, ez nagyon pay to win. Mi a fene? Majd lehet, hogy az lesz, hogy te fogsz Colttal jönni, meg Derillel. Mert Deril szerintem amúgy nem rossz sebzés tekintetében. Aha. És ezeken fel van fejlesztve, te meg akkor jöhetsz Colttal. Kérlek, azért van sebzés, gyerünk, és lehet spammelni. Az meg lesz, nem? Hát toljad. Mi van? Easy! Nagyon nehéz volt. Társunk volt a legjobb amúgy. Jó, meg vagyunk, úgyhogy jár a 100 token. Én hozom a Deril. Hozzál egy Coltot és jó lesz, hidd el. Már jön a hard challenge! Nagyon nehéz lesz. Hát nagyon jó lenne kivinni az 5 vévet amúgy, de kaptunk egy Brockot. No. Micsoda? De AFK ő is nagyon jó. Jó lesz, most már azért van sebzésem. Meg reménykedünk abban, hogy tényleg egyre jobb társakat fogunk majd kapni, és akkor több lesz az esélyünk. Hát ez a Lucas is ugye eléggé egy helyben áll, és akkor így nyomja az autóémet neki nagyba. Ez biztos, hogy minél hamarabb kell megölnünk a robotot, mert minél több idő telik el ugye a játékban, annál erősebb botok érkeznek a gémben. Itt nagyon fontos az, hogy minél gyorsabban tudjátok leszedni. Hogy elég jól állunk, nem akarom elhamarkodni, de azért tényleg van itt sebzés. Pem lenne még nagyon jó, meg Édbit, úristen. Jó, az mondjuk ez nem volt rossz, az a szuper. Fele az félreben, sokkal gyorsabban haladunk, mint az előzőnél. Mindenkit Lucasnak hívnak, most jövök rá. Hát annyi playert kaptunk már ki ilyen névvel. Tele van Lukáccsal az egész játék. Ez Lucas Stars. 24%-on van már csak. Lucas, nyomjál már rá valamit, ember. Te Lucas, csináld már, nyomjad már, mit gondolkozol azon a szuperen? Hát itt a nyugdíjasok klubja. Szörnyű játékos amúgy. Megvan a hílelődés, akkor jó vagyok. Oké, és tolom neki a sebzést. Lilagenyók jönnek, ez már erősebb. Dzsúszolt még. Átgurulok rajta. Hoho! Túrjátok! Let's go! Megvan a hard challenge is! Mi a helyzet, hapsikáim? 2 az 5-ből. Egy pro player, de miért? Hogy van már meg neki Dyna is amúgy? Tökre magas kupán vannak pedig. Na, remélem, hogy eltalálja egy jó párszor. Hát, ha jobb lesz, mint a Brock. Egyébként, hogyha idáig eljutott, akkor csak nem rossz játékos. Hogy önökkel dob össze, akik most ugyanezen a levelen vannak, experten. Experto patronum! Tolom még egy kis sebzés, fel is lököm. Megy a szuperje, jó eddig. Ez vad lesz, de nem lenne jó, hogy most mérgessé változna. Így is eléggé para. Az igen. Jó, nem sokat ér a Dyna. 30 másodperc és átváltozik ilyen nagyon gonoszá. Nagyon mérges lesz a papító. Papító, szaveszító. Jó, egyébként egész jól csinálja a csávó feladatát. Tehát viszi a sebzéseket amúgy kifele. Jó, kapott egy kis sebzést. Nagyon sok az ilyen szutyók, lézerező. Nem jó. Fú, 960 HP-val élek éppen. Figyelj, expertet meg tudjuk nyomni. Mi jövök, segítek. Igen, amúgy akkor már van azért speed benne. Ó, meg mekkorákat csap! Figyelj, megdöglök! Figyelj, szerintem összehozhatjuk, csak nagyon gyorsan kell leszedni, mert lassan jönnek a lila lények. Szép, szuper, ez az, nyomja jól a szupertő is. Igen, már jönnek a lila genyók, ugye ezek gyorsabbak is lesznek. Ups. Meghalt a Dyna is! Ne! Mind a ketten meghaltatok, Istenem! 10 másodpercig bírt ki. Azaz, figyelj, nagyon lovas, nagyon lovas. Mi van? Kis szinten vagyunk, azt itt megy a damage! Azaz, gyönyörű, szuper volt, pont off volt, és ki azonnal. Jönnek a boxos Janik most már. Megyek arra izére, muszáj vagyunk leszedni gyorsba. Hát ha le tudjuk gyorsba sebezni. Nagyon kevés kell neki. Mit fog csinálni, lézerezni? Ne, jön a boxos Jani. Nézd meg, 1000 HP-n van. Na jó. Expert completed! Nem gondoltam, hogy eddig eljutunk egyébként, de itt vagyunk. Expertet is megnyomtuk, srácok. Megvan ez is. A következő imáron már a mester szint. Nézzük, hát kapunk valami mesterjátékost. Spike, az jó lehet. Igen. Spike-nak van sebzése. Real player vagy nem? Remélem nyomni fogja a sebzést. Lőjed már! Na azért mondom, túrjad már neki, mert nyomnunk kell minél gyorsabban a sebzést. Most ilyenkor lehet még rától. Ilyenkor nem is kéne foglalkozni olyan hílelődéssel, csak a damage-el. Amúgy hogy szerezte meg ilyen gyorsba a Spike-ot? Csak nem megvette a shopból. Tudod, volt ilyen offer is. Ja, jól lelassítja. Persze, hogy jó. Hát én mondtam, hogy jó a Spike-it. Sos kell sebzéseket túrni. Nagyon jó. 58%-nal járunk. Most fog angryvé válnia. Csak ne jöjjenek azok a sok genyók, az kész. Jele, Spike, toljad rá a sebzést. Hú, az nagyon rossz szuper volt neki, igen. Sokkal hasznosabb vagy, mint az előző társ. Nem adhatod fel. Még nem van neki a karácsonyi imót is. What? Ajaj. Szedd össze magad, ez az. Ezt lőjed már. Miket lősz félre? Ótó émeli az egészet. Simaliba lehet. Még egy kis sebzés, 24, ez az, 23, 18. Tudjátok is még lőni oldalba. Nagyon közel vagyunk, hogy meglegyen. Gyerünk! Ez nagyon esélyes! 7% már csak! Jó, hílelődök egy kicsit, és rámászok a Robira. Hát is rá! Ez az! Nyomod, nyomod! Nagyon lovos! 3200! Meg is van a mester! Meg is vagyunk, eljutottunk idáig, jön az Insane! Vajon sikerül az Insane, Jenny? Kultot kapjunk, annak van damage-e. Mi az, hogy Edgar? Ennyit ért magába, hogy kell egy jó társ, nem egy Edgar, és meg vagyunk. De ne ilyeneket már! Hú, ennyire tryhardba nyomom, hát edd leszek. Gyönyörű vagy be! Inkább jelölte volna meg megint szuperrel vagy valami, de meg sem volt jelölve. Ha rosszat kapunk ki, lépünk ki. Na Max! Nagyon jó eddig! Élt túl a Jenny utána! Élt túl! Ne! 8%! Nani? Nani helyett valami más kell, koltot kéne. Ember, miket kapunk? Nagyon rossz volt megint. Adjatok egy koltot. Lépjünk. Pont nulla volt megint. Pár százalékot vittünk le, hagyjad. Jó, talán. Amúgy tényleg azt hittem, hogy jó lesz, de azonnal buta. Lola! Léci, legyél jó. Jó Gél! Pedig amúgy jó az a karakter, de béna játékos ismét. Megint ugyanaz! Ugyanaz a gyerek! Ez az! Hát amúgy én bízok már Brockba se amúgy. Érzem, hogy meg lehetne, csak egyetlen egy normális játékos kéne kikapnunk. De ezek szerint nincs az egész Brawl Starsban egy normális játékos. Barley! Na, Janet! Pedig olyan jó karakter lenne. Róza! Adjatok inkább egy botjátékos, de tényleg még az jobb lenne. Surge! De mi jó playerek ezek? Ott egy Dyna! Na, Lola, léci, tudjál játszani, és akkor meg lehet. Nyomjuk a sebzést, az kész. Very big damage-ek. Ez eddig a legjobb. Nagyon jó, nem ennyi alá Power Cube-nek, azért szoktam felszedni. Nagyon lovos vagyok egyébként, tök jó lenne, hogyha valaki levenné rólam. Jó, 60% az nice. Furious előtt le kell vinni 25-re mondjuk. Annyira jó fel, hogy 2v akár mit kell játszanunk. Megint a Power Cube érdekli, majd figyeld meg. 25%, ez nagyon jó eddig. Átveszem, chillelj. Hú, de lovos vagyok, genyó! De már hallod, izén vagyunk Furious-ön. Tehát innentől kezdve amúgy menekülj kell, mint az állat. Valaki szedje le! Holly damage-elni kéne. Léci, 13%! Turjad neki! 8% banyeg! 4! Én legyetek már! Muszáj vagyok! 1%! Muszáj vagyok! Hú, kimászok belőle! És megvan! Megvan! Ganyó! Tudtam, hogy meg lesz! Akkorát kellett kerriznem, olyanokat kellett szupereznem, már átvászni meg minden. Ilyen full lovas izé, kis power meg minden, meg kis szintet, de kivittük az egészet. Mi van? Na de lessétek is meg az új menő termékeket, csúszi.hu. Ha tetszett a videó, akkor jelezzétek egy hatalmas lájkkal és egy hatalmas feliratkozással, hogy nem maradjatok le a további tartalmakról. Nagyon streamet akarok nézni! Kövess be! Trovo.live per csúszi.